Négy vajdasági magyar néptánc együttes mérte össze tudását novemberben Újvidéken a Néptáncosok Országos Bemutató Színpadának minősítő fesztiválján. Elvándorlás, tavaszvárás, szerelem és állarcok nélkül élni. Ezeket a témákat dolgozták fel az idei minősítő fesztiválra a néptánc együttesek. A rendezvény már 10. alkalommal került megszervezésre Vajdaságban. Az Újvidéki Színházban megtartott esemény szervezői a Budapesti Martin György Néptánc Szövetség, a Szabadkai Vajdasági Magyar Folklór Központ és az Újvidéki Vajdasági Magyar Népművészeti és Közművelődési Központ. A rendezvény fő célja, hogy lehetőséget teremtsen a vajdasági néptánc együttesek magas művészi színvonalú színpadi bemutatkozásához, egymás megismeréséhez és a szakmai megmérettetéshez. Az eseményen elsőnek a Kishegyesi Rizgetős Tánc Együttes mutatkozott be a zsűrinek és a látogatóknak. Láthatnak tőlünk gyimesi, palackai és lábakezi táncokat. Én már hatodjára vagyok így, úgyhogy van még egy kis izgalom, de rendben fog lenni. Hiszem, hogy szakmailag mindenféleképp egy kihívás, egy félórás folyamatos műsort elkészíteni, és egy öttagú szakzsűri előtt bemutatni. Rengeteget kell rá készülni, sokat kell gyakorolni, és azt hiszem, hogy igazán mélyen vissza kell nyúlni a gyökerekhez, hogy a produkció az ne csak látványba, de autentikába is hagyományos és abszolút tökéletes legyen. Hogyan nézek ki a felkészülések? Milyen volt a hangulat? Hangulat mindig jó, tehát szeretjük ezeket a kihívásokat, hát sokat izzadunk, sokat gyakorlunk, de azt hiszem, hogy élvezhetővé tudjuk tenni annyira, hogy tudjuk magunkat, hogy így mondjam, fölspanolni annyira, hogy élvezzük az egész fölkészülési időszakot. Szeretjük az izgalmat, szeretjük a versenyhangulatot, azért annak van egy külön varázsa. Föllépni az Újvidéki Színházba, az Újvidéki Színpadon mindig nagy élmény, jó profi színházi körülmények között dolgozni. A megmérettetésen másodiknak az Óbecsei Szelence Tánc Együttes lépett fel. Ők a tavasz rejtelmeibe és az évszak hagyományaiba kalauzolták el a közönséget. A műsorunk a Tavaszvárok címet viseli. Tulajdonképpen a farsangtól a húsvétig tartó időszakot öleli föl ez a műsor,
Tehát van egy farsangi mulatság, egy felcsiki farsangi mulatság, utána egy bőti játék a lányoknak, ugye a bőtben tilos volt a muzsikálás, tehát csak a saját énekükre táncolhattak a lányok, és virágvasárnapi szokást mutatunk be, és húsvéttal zárunk, tehát egy locsolkodással. Ez az utolsó koreográfia, ez a Tardos Keddi koreográfia, tehát a Felvidékről származó táncanyagról van szó. Hát azt tudni kell, hogy már több mint 10 éve szerintem a Szelence Táncegyüttes csak hétvégén tud próbálni, tehát csak szombaton és vasárnap. Ami azt jelenti, hogy tehát ezek a fiatalok rászállják a szabad idejüket, amikor éppen pihenhetnének, akkor ők nem más csinálnak, hanem annak érdekében dolgoznak nagyon sokat, hogy tovább éltessék a magyar néptánckincset, és hogy ezt ugye megmutassák országnak, világnak. Nagyon lelkes társaság, mert nagyon sokszínű egyéniségekről van szó. Tehát a lányok egyébként énekegyüttesként is működnek, a fiúknak is van énekcsoportja, ezen kívül többen a táncegyüttesből muzsikálnak is, vagy más kórusban is énekelnek a lányok. Egyébként csoportvezetők is vannak, akik máshol is tanítanak néptáncot, tehát nem könnyű összeegyeztetni a szabadidőt, de azért mindenki fontosnak tartja, és hát áldozatot hoz annak érdekében, hogy a csoport jól működjön. Próbák azok főként legtöbbször feszült hangulatba teltek, de mindig sokat dolgoztunk, sokat javítottunk, sokat gyakoroltunk azon, amit készítettünk. Ugye ide egy kötött műsort kell készíteni, 30 perces kötött műsort, amiben több tájegység tánca szerepel, és hát ugye mivel minden második évben szervezik meg a bemutató színpadot, ezért már legtöbbször az előző bemutató színpad után elkezdődik a felkészülés, már elkezdődik a gondolkodás azon, hogy milyen témája, milyen tájegységek tánca szerepeljenek a következő műsorba, és elkezdünk rá készülni, mivel hogy ugye az elért eredmények azok csak akkor igazolják a táncost, a táncsoportot, hogyha a következő évben is meg tudja ismételni ezt a színvonalat. Számodra egyébként a te életedben mit jelent a néptánc? Hát az én életemben nagyon, nagyon is jelen van a néptánc és a népművészet, mivel hogy szabadidőnkben, vagyis hát a szabadidőnk legnagyobb részében néptánccal foglalkozunk, néptáncoktatással, gyerekcsoportokat vezetünk, felnőtt csoportokat, vajdaság szerte is, főleg a Szórványba, több településen. Hát egy néptáncosnak én úgy hiszem, úgy tudom, úgy érzem, hogy főleg a részvétel a fontos, hiszen ez nekünk nem egy versenyre való felkészülés, amire mi készülünk, hanem a verseny nélkül is ugyanúgy csináljuk, ugyanúgy gyakorolunk, táncolunk. Nekünk ez egy nagy örömöt jelent, amikor táncolhatunk, és hogy egy ilyen műsort elkészítünk, az csak a közönségnek bizonyítja azt, hogy mi mennyire élvezzük ezt. A Kárpát-medencei szintű 2 évenként megrendezésre kerülő néptáncosok országos bemutató színpadának minősítő fesztiválja 1996-ban indult Magyarországról. Az eseményen az elmúlt 2 évtized során a közönségnek és a szakmai zsűrinek több mint 20 vajdasági magyar néptánc együttes mutatkozott be. A fesztivál kiírása szerint minden együttesnek 25 és 30 perc közötti folyamatos műsort kell bemutatni, úgyhogy az együttesek másfél és fél órás 30-30 perces műsorokkal készültek. Szervezőként nem bocsátkozhatok minősítésekbe, de az elmúlt évek tapasztalata az mutatja,
hogy akár milyen együttesek is neveztek be, meg jutottak el addig, hogy benevezzenek a minősítő fesztiválra, és itt mutassák be a saját műsorukat. Azok mind olyan műsorok voltak, meg olyan produkciók, amik méltóak a kultúránknak, meg a népünk lelkének ehhez a szeletéhez, ehhez a falatához. Az együtteseknek a megmérettetésen tánctudásukat, előadói képességüket és színpadi megjelenésüket több tájegység tánc, zenei és viseleti hagyományaiban való jártassággal kellett alátámasztaniuk. 6 alapszakmai szempontot figyelembe véve az 5-tagú szakmai zsűri minden tagja legtöbb 30 pontot adhatott, így az értékhatárok szerint 100-tól 130 pontig minősítettnek, 130-tól 150 pontig pedig kiválóan minősítettnek volt értékelhető egy produkció. A félórás műsorban dominálnia kell a néptáncnak, tehát zenei betétek nélkül, ha csak nem indokolt egy dramatikus játék, vagy egy olyan tematikus táncszínházi szerkesztés, ahol a zenének önálló zenei megszólalásnak jelentősége van, akkor azért 90%-ban szerkesztett tánckoreográfiákat, táncműsorokat várunk. Ezt vizsgáljuk táncfolklorisztikai hitelesség alapján, énekzenei összhatás alapján, színpadi megjelenést, koreográfiai minőséget, műsorszerkesztést. A zsűri összetételében bárhol van ez az értékelés, mindig jelen van zenei szakember, női zsűritag, aki elsősorban a női karaktereket, női táncosokat, a nő szerepét, illetve az öltözéket is figyeli, és jelen van olyan koreográfus vagy táncpedagógus, aki az imént felsorolt szempontokat vagy nagyon jól ismeri, vagy saját együttessel is rendelkezik, tehát önmagában is műveli ezt a fajta műfajt, viszi a saját együttesét minősülni. Az est harmadik fellépője a szabadkai Róna tánc együttes volt. Műsorukban egy szerelmi történet köré építve a mai fiatalok modern világát ötvözték a múlt hagyományaival. Előadásukban közreműködött Kálló Béla szabadkai rendező. Szerelem egy olyan produkció, ami a táncosokból épül, amelyik egy generációból épül, történetesen egy fiatal generációból épül, a történetét is ebből a fiatal generációból meséli az előadásunk, és tulajdonképpen egy olyan produkcióról beszélhetek, ami egy picit a népkör pillanati látleletét mutatja. Ez a mi kis előadásunk, a szerelem tulajdonképpen erről szól, tehát hogy hogyan kerül be ez a fiatal generáció, ez a tizenévesek generációja, középiskolások, hogyan kerülnek népkör közelébe, hogyan kerülnek tánccsoportok közelébe, hagyományok közelébe, a diszkós világból, abból a világból, azokból a mindennapokból, ami a fogyasztói társadalomnak a velejárója, a Coca-Cola ízű világból, és tulajdonképpen hogyan lehet szoros barátságot, majd szerelmet kötni a néptánccal, egy életre szóló szerelmet kötni a néptánccal, amiből aztán lassan kikopik a Coca-Cola ízű világ, és marad egy gyönyörűséges hagyomány íz. Igazán különleges műsorral készültünk. A jelent és a múltat ötvöztük össze ebbe a műsorunkba. Ez azt jelenti, hogy a kötések arról szólnak, hogy mi az, ami a jelenben van. Tehát ugye úgy is néz ki, hogy mi most a csoportban úgy álltunk össze, hogy vannak a fiatalok, meg vagyunk mi ugye az idősebbek. És akkor pont ez az összehangolódás, ez most jelen van a mi műsorunkban is. Ez azt jelenti, hogy a néptáncos számok között, a kötésekben a fiatalok bemutatják, hogy milyen nekik most a jelen, milyen nekünk ugye a jelen, és mi pedig a néptánc által megmutatjuk, hogy ugye milyen is volt a múlt. És akkor az egésznek a lényege ugye az, hogy összekötjük a jelent a múlttal, és hogy igenis ez tud együttműködni a néphagyomány, és hogy a fiatalokat is ugyanúgy be lehet vonni a hagyományőrzésbe. Szerinted miért fontosak ezek az események, miért fontos részt venni?
Hát nem is konkrétan az az egy esemény, ami fontos, nem az a lényeg, hogy mint táncos csoport, bármelyik táncos csoport lényegtelen, hogy most gyerekekről beszélünk, ifjúság korosztály, vagy akár a felnőtt korosztály, legyen mindig egy cél, ami felé haladunk. És ezek a fölépések megfelelnek ezeknek a céloknak, hogy kitűzünk magunknak valamit, hogy elérjünk, és akkor minden egyes ilyen föllépésen egy felkészülés, miközben fejlődünk, még jobban összeszokik a csapat. Tehát igazából ez a lényege, nem is az, hogy milyen eredménnyel térünk haza, hanem hogy úgy térünk haza, hogy na, még egy jó föllépésünk volt. A Szabadkai Táncegyüttes különleges produkciójában az énekesnő szerepét Balogh Krisztina töltötte be. Budapestről érkezett, a családi hagyományt folytatva már 20 éve énekel. Nekünk ősidők óta nagyapám, nagyanyámtól hozott örökségünk ez, és ezt visszük mi is, meg majd a gyerekeink is teljes mértékben a zene iránt, a kultúrát mutatjuk be, meg maga azt, hogy a nagyecsedi cigánytánc, ének, ne vesszen el, ezért mi mindent megteszünk, és visszük mindenhova, hova csak szeretik. De szerinted miért fontosak az ilyen események? Hát nagyon fontosnak tartom, mert elég ritkaság a mai világban már ez, hogy ilyen néphagyományokat mindenféle tájról megmutassanak, és nagyon jó dolog ez, hogy itt Szerbiában is megvan ez mutatva, Magyarországon is, bár egyre kevesebbet, de nem hagyják a nagyok, hogy elhaljon ez az egész kultúra, ami igazából a népnek a kultúráját jelenti. A megmérettetésen a Topolyai Cirkalom táncegyüttes is megmutatta rátermettségét. Három koreográfiát készítettünk egy ilyen műsorba összerakva, fogva. Az első koreográfiánk egy hajdúsági szélmalom nevet viselő koreográfia, tehát hajdúsági táncokból áll. A második koreográfia egy lánykarikázó, ami egy úgymond egy rituális táncnak felel meg most, egy lány kérés, beöltöztetés, tehát ennek az egy ilyen rituális része. A harmadik pedig egy bodrogközi koreográfia. Az egész műsor pedig egy tehát maszk nélkül ezt a keretcímet kapta. Tehát arról szól, hogy az emberek nagyon sokszor begubóznak, tehát nem engedik magukhoz közel a másikat. Mindenféle maszkokat viselünk, tehát másképp viselkedünk az idegenekkel, másképp viselkedünk az ismerősökkel, családtagokkal, stb. Stb. És ezt próbáljuk valamilyen szinten bemutatni a színpadon, tehát egy ilyen 25 perces műsor keretén belül. Milyen hangulatban telnek a felkészülések? Heti háromszor próbálunk, hétfő, szerda és péntek este 8-tól 10 óráig. Azt tudom mondani, hogy hát változott. Tehát a versenyekre fölkészülés néha nagyon nehéz, tehát fizikailag is és pszichikailag is. De néha ugye vannak olyan időszakok, amikor csak a táncoktatás van, tehát tánctanulás, koreográfia készítés. Azok az időszakokat, amit én mondjuk rá jobban élvezek, mert az valami, mindig valami újat hoz, és úgymond az a megújulás időszaka.
ezek, amik a műsorról szólnak, tehát egy idő után ugye a sok gyakorlás, nem mondom, hogy unalmas, de hogy néha fejben már kicsikét átbillen az ember arra részre, hogy jó, akkor most még egyszer toljuk le, és akkor hát, ha jó lesz. De aztán, amikor odaérünk, hogy műsorom van, tehát már színpadra kerül, akkor persze az az egészséges druk, ami az emberben benne van, az azért arra készteti, hogy a maximumot hozza ki magából, és azt tudom mondani, a csoport az mindig is ilyen volt, hogy akkor, mikor odaálltunk a függöny mögé, hogy na, akkor most kilépünk, akkor látszódott mindenkin az, hogy na, akkor most megcsináljuk, és jó lesz. Cirkalom táncegyüttes 86-ban alakult, akkor egy 5-6 páros kis kamara csoport volt, a 90-es évek eleje az hozta a fordulópontot, 93-ban a Magyar Televízió akkori Ki mit tud műsorában szerepeltünk először egy tévés elődöntőn. Az úgy valahogy a csoportot összerázta, és egy úgymond egy minőségi fordulópont volt az a csoport életében. És azóta azt tudom mondani, hogy hál' Istennek szintet azt mindig próbáljuk fejleszteni, mindig, tehát azt mondják mindig, hogy egy szintet elérni nagyon könnyű, csak megtartani az a nehéz, és ezt a dolgot próbáljuk észben tartani, és ugye azt a szintet, amit elértünk, azt próbáljuk tartani, és azon még fejleszteni is. Az elmúlt években jól sikerült a csoportnak az elmúlt évek, ugye tavaly évben a felszállott a Páva tehetségkutatóban a néptánc csoportok között első helyet, ezért értünk el a minősítő fesztiválon, tehát 97 óta veszünk részt folyamatosan, és eddig 9-szeresen kiválóan minősült az együttes. A 2015-ös Néptáncosok Országos Bemutató Színpadának minősítő fesztiválján mind a négy résztvevő táncegyüttes jó eredményeket ért el és minősültnek bizonyult. A verseny kiemelkedő résztvevője 145 ponttal a Topolyai Cirkalom Táncegyüttes lett.